Üdvözlök mindenkit, ez a Tájvánról Magyarul Podcast első adása. Én Anikó vagyok, és már több mint egy éve élek Tájvánon. Mivel elég kevés információ található erről a gyönyörű szigetről, főleg magyarul, arra gondoltam, indítok egy podcast sorozatot, amelyben Tájván történelméről, kultúrájáról és az én mindennapi tapasztalataimról is beszélek. Indulásként összeszedtem tíz érdekességet a szigetről. Az első ilyen a nagy népsűrűség. Tájván, vagyis a kínai köztársaság területe körülbelül egyharmada Magyarországénak, egész pontosan 35.980 négyzetkilométer, de a lakossága 23 millió, ami több mint duplája Magyarország lakosságának. Ráadásul a sziget 50%-a erdő. Ez is hozzárul ahhoz, hogy a népsűrűség olyan nagynak tűnik, mert a legtöbben a kevés viszonylag sík területen fekvő településeken élnek. A második érdekesség a listán az, hogy a szigetek közül Tajvanon van a legtöbb hegy. A játékos kedvű hallgatók tippelhetnek, hogy hány 3000 méternél magasabb hegycsúcs van, a lista végén elárulom. Tehát hány darab 3000 méternél magasabb hegycsúcs van Tájván szigetén. Példán okáért, és hogy egyben legyen összehasonlítási alap is, a Hawaii szigeteken három, Honsún Japán főszigetén pedig 19. Ha tudni szeretnéd, hogy hány 3000 méternél magasabb hegycsúcs van tájvanon, akkor az adás végén elárulom. A harmadik érdekesség az, hogy a sziget alakja észak-déli irányból szemlélve olyan, mint egy édesburgonya, ezért a tájvaniak az édesburgonya gyermekének nevezik magukat. Kelet-nyugat irányból egy bálnához hasonlít, Köbrégi régi térképen is így, így ábrázolják, hiszen már a régi utazók is észrevették. A negyedik érdekesség az, hogy Tájván gyakran keverik össze Tájfölddel, pedig Tájván egy csendes óceáni sziget a szárazföldi Kína partjaitól mintegy 200 kilométerre, Tájföld pedig Dél-Kelet-Ázsiában az indokínai félszigeten van. A Tájvánra szállt postai küldemények is gyakran eltévednek, és mennek Tájván helyett Tájföldre, a statisztika szerint az Angliából érkező csomagokkal történik ez a leggyakrabban, és van egy külön pecsétjük, amit rányomnak ezekre a csomagokra. Az ötödik ilyen érdekesség az, hogy Konfuciusz, a híres filozófus utódai Tájvanon élnek. A legfiatalabb Konfuciusz leszármazott 2006-ban született Tájpejben. Őt 80 generáció választja el a híres elődjétől. A hatodik érdekesség a listán az, hogy 2021-től a tájváni útleveleken szerepel a tájván szó is. 2021-ig csak a kínai köztársaság felirat szerepelt rajtuk, így a tájváni útleveleket gyakran összekeverték a szárazföldi kínai útlevelekkel. szárazföldi kína becsületes neve kínai népköztársaság. A tájván mellett a tájváni útleveleken továbbra is szerepel a kínai köztársaság is, csak jóval kisebb betűkkel. A hetedik érdekesség a listán az, hogy Tájvanon most nem 2023 van, hanem 112. A nulladik év, az 1912-es, a kínai köztársaság megalapításának az éve. Az aktuális tájvani évet úgy kapjuk meg tehát, hogy az évszámból kivonunk 1911-et. Ez félreértésekre adhat okot, hiszen ha én például azt mondom, hogy 66-ban születtem, az vagy 1966-ot jelent, vagy az itteni számítás szerinti 66-ot. A nyolcadik érdekesség a Bételdió rágás. A Bételdió az alékapálma, vagy más néven a Bételpálma gyümölcse. Enyhe serkentő hatása van, állítólag olyan, mint amikor több csészényi presszó iszik meg valaki egyszerre. Tájvánon két millió ember, közel 10 -a, a lakosságnak hódol a bétel diórágás szenvedélyének. Ezek általában kétkezi munkások és taxisofőrök, de a fiatalok körében is terjed. Állítólag a vizsgára készülő egyetemisták körében például. Itt úgy fogyasztják, hogy a bételpálma levelébe belecsomagolják a diót, a némi kagylóhéjból kinyelt minyszel, az állítólag segíti a hatóanyagok felszívódását, és mellé csomagolnak még egyéb ízesítőket, lájmot, dohányt, stb. Majd ezt rágják, de mit. A Bételdió vörösre festi a nyálat és a fogakat, mivel serkenti a nyálképződést, a vörösre festett nyálat ki kell köpni. A Bételdiót erősen megvilágított, kirakatszerű helységekben meglehetősen lengén öltözött hölgyek árulják, a kormány próbálja elejét venni a fogyasztásnak, például úgy, hogy szigorú öltözködési szabályokat vezetett be az árusító hölgyeknek. A Bételdió rágás szájüregi rákot okoz, és ezért is érdekel a kormánynak a fogyasztás visszaszorítása. Én nem próbáltam, nem is tervezem, de nem is találkoztam még senkivel, aki Bételdiót rágott volna, állítólag vidéken, vagy sokkal gyakoribb, mint Taipei-ben, például. A kilencedik érdekesség az, hogy Tajvan 1895-től 1945-ig japán gyarmat volt. Ez idő alatt rengeteg hagyományos fürdő, vasútvonal, kórház, egyetem épült. Ilyen például a jelenlegi elnöki palota is, amely a japán időkben épült és a japán kormányzó palotája volt. A japán hatás ma is megfigyelhető, sok helyen japánul is ki van minden írva például, és sokan beszélik is a nyelvet a lista tizedik helyén azt szerepel, hogy Tájvánnak négy hivatalos nyelve van. A kínai mandarin, a tájvani, amit hívnak még tájúnak, hokkiennek, holónak vagy minnának is. A hakka, és az összes benszülött nyelve együtt. Az angol nem hivatalos nyelv, még egyelőre, bár a kormányzat komolyan szorgalmazza, hogy 2023-ra mandarin-kínai-angol kétnyelvű legyen a nemzet, de ebben nagyon sokan kételkednek, és sajnos én is ezek a kételkedők közé tartozom. És akkor, ahogy ígértem, válaszolok a kérdésre. Az előfeltett kérdés az volt, hogy hány 3000 méternél magasabb hegycsúcs van Tájvanon. Ahogy már mondtam, a havai szigeteken összesen három, és Honsún pedig a Japán főszigeten 19. Hát ehhez képest Tájvanon összesen 268 darab 3000 méternél magasabb hegycsúcs van, és ezeken télen még akár hó is látható. Eddig tartott a mai adás, terveim szerint két heten teljenik majd meg egy-egy további rész, és ezek mind elérhetők lesznek a YouTube-on egyelőre csak itt. Ez a podcast kifejezetten hallgatásra készül, de ha valakit Tájvani videók is érdekelnek, akkor a YouTube csatornámon talál. Ha tetszett, iratkozz fel, nyújtsd meg ismerőseiddel, vagy ha szeretnél támogatni, hogy minél több hasonlóan érdekes tartalmat készítsek, a Patreonon megteheted, a link a leírásban szerepel. Köszönöm szépen a figyelmet, jövök legközelebb is hasonlóan érdekes információkkal tájvánról, magyarul.